kihelyezése. Ez 20 millió forintba került, ugye hihetetlenül nagy összeg, de hát ilyenekkel kell ma már dolgozni, hát millió alatt nem nagyon lehet semmit elkészíteni. És hát önök bizonyára érdeklődnek, hogy mi lesz itt a városrészben a további fejlesztéseket illetően. Hát Attila szerényen elhallgatta, de ennek a másik oldali szakasznak is már készítjük a terveit. Készítjük a terveit, ahogy az elmúlt évben itt néhány emberrel már annak idején megbeszéltük, eltüntetjük az árkot, földbe tesszük a világítási vezetékeket, a közvilágítását is, illetve a házak bekötését is, és új járdát építünk, és új utcegét fogunk itt. Egy belterületi magántulajdonú szakasz, de a vezetékek beépítése az ingyenes lesz. Ezzel tulajdonképpen a rendszerűségek a rendszerűségek mindenütt a földbe kerülnek. Ez itt várhatóan 18-19-ben fog megvalósulni, ahogy mondtam, a tervei a jövő évre készülnek el. Engedélyezés az általában több mint egy fél év, úgyhogy biztonsággal a 18 és a 19-et fogom mondani. Ugyanaz várható. Korlátozott számban áll rendelkezésre. Mindenkinek nem tudom. Yeah.